Dombóváron a Hunyadi téren állítottak meg rendőrök egy autót, mert a járőrök arra lettek figyelmesek, hogy a sofőr nem használta a biztonsági övet. Az 50 éves helyi férfit emiatt 10 000 forintos közigazgatási bírsággal sújtották, mondta el Komlosiné Kis Anett, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője. Ezt követően ellenőrizték a jármű adatait is, mely során megállapították kollégáim, hogy az autót még 2017. szeptemberében kivonták a forgalomból, műszaki érvényessége pedig 2017. novemberében lejárt. Az autóvezetője ennek ellenére közlekedett a járművel, amelyet elmondása szerint 2 nappal ezelőtt vásárolt, és arra még felelősségbiztosítást is kötött. Az egyenruhások a sofőr adatainak ellenőrzése után a szondát is megfújatták a férfivel, ami pozitív értéket mutatott, ezért további mintavételre előállították a kapitányságra, ahol a vizsgálatok megerősítették azt a gyanút, hogy a férfi ittasan vezetett. Emiatt az 50 éves helyi férfit kihallgatják gyanúsítottként ittas járművezetés vétsége elkövetése miatt. Az általa elkövetett szabálysértések miatt pedig szintén feljelentették. Kollégáim elvették továbbá az autó forgalmi engedélyét, valamint lefoglalták annak rendszámait is. A szóvívő elmondta, hogy a gépkocsi vezetővel szemben ittas járművezetés vétség miatt büntetőeljárást indítanak a dombóvári rendőrkapitányságon. Az elkövetett szabálysértések miatt szintén feljelentették a sofőrt.